Sziasztok, itt vagyok egy videóban. Hát nem gondoltam volna, hogy a mai napon fogok videózni, de találtam egy ilyen playbackes összeállítást énekesekről, hogy ki playbackel a színpadon, és úgy döntöttem, hogy ezt nézzük meg közösen is. Én már láttam, de hát nagyon durva, úgyhogy kezdjük is el a videót. Az első Selena Gomez. Eddig úgy oké az egész. De először szemeltől a mikrofont, és a zene meg megy tovább. De is van nekünk lassítva. Na, ez a Shakira is nagyon durva. Legyez össze-vissza, leveri az állványról a mikrofont, és akkor így megy tovább a zene is. Hát, azért neki szar érzés, tehát. Beyoncé, és elveszi száját a mikrofon, de azt nem érti, hogy miért csinálják ilyen feltűnően. Tehát most oda megy a néző, rajongó, kíváncsi arra, hogy hogy énekel élőbe, és erre azt adja nekik, hogy ő most playbackel. Jó, mondjuk hát nekik azért a sokkal egyszerűbb, tehát most tátognak össze-vissza. De azért az nézőnek azért egy csalódás az, hogy elmegy egy koncertre, és akkor azt hallja, hogy playbackelnek. Ez a Bon Jovi, és ez nagyon gáz. Elkezdődik a zene, és akkor még ott sincs a mikrofonnál. Többiek meg kirögik, és akkor szerencsétlen nem tud mit csinálni. Ez neki is gáz. De hát saját magának kereste a cuccot. A hibát. Vagy gondot. Ashley Simpson. Nagyon riszálja magát. Hát itt is szól a zene, és igazából nem csinál semmit. Na jó, ez azért, ez is durva. Ez a mit itt a gyuruska tejet. Mit itt a gyuruska? Azért, nem tudom, hogy megy el egy koncertre, amikor szarul van. De amúgy Justin Biebernél az volt a durva, hogy azért most odahajt a színpadra, és táncosok megfolytatták tovább a táncot, és a zene ment tovább, és a tátogás is ugyanúgy. Most ez is olyan lesz, hogy elkezdődik a zene, és akkor mikrofonot sincs. Nem igaz, hogy most nem látja a színpadot. Nem látja, hogy meddig kell menni. Na jó, ez a leggazabb a sok közül. Hát rajong mindenki a Katy Perry-ér, hogy milyen jól tud furuljázni közben meg. Fú, de leégette magát, és az a reakció, hallod? Úristen, az minden visz. Na jó van, azt hiszem, ennyi is lett volna ez a videó. Hát nagyon ritkán van reakció videó, és valószínűleg nagyon ritkán is lesz. De hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok!